Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hajdesz Konrád, oknyomozó újságíró. Szép jó reggelt kívánok! Mindenkinek jó reggelt, neked különösen. Köszönöm, hogy ismét lehetőséget adsz a beszélgetésre. Régen voltál itt nálunk. Ja, bocsánat, megengedett, hogy... Persze, betartjuk a távolságot. És így kényelmesebb neked. Sok témával szeretné beszélni, de kezdjük. Kezdjük el. Legutóbb arról beszéltünk, hogy följelentettem a szovjet hadsereget emberirtásért. Tudnék, 1956. november 6-án Kőbányán legyiltoltak 9 gyereket. A legfőbb ügyészség bebizonyította, hogy ezek tények. Embereket találtunk, akik ebbe a témába illetékeset. Az 56-os világszövetség fölvállalt, hogy Kőbányán emléket állít Csigás Zoltán alelnök úr vezetésével. Bekapcsolódott a Hung Expo, az Expo, a kerület, az egész azért áll, mert vírus van. Ez számomra nagyon lényeges. Hol jelentétek föl a szovjet hadsereget? Az ügyészségnél. Ügyészségnél, mint a Reform újságírója följelentettem őket, és hosszú évek folyamán bebizonyosodott. De még mindig vagy reformán nincsen. Nézd, a reform az megszűnt, voltak próbálkozások, újságok megszűntek, a stabil újságok maradtak, megszüntették, de hát ez a politikai csata, amiben te, és úgy gondolom, naponta nem mégy bele, igyekszel kívülálló lenni. Hát, üssék egymást, ha szeretik. Na. Így van. És akkor mit készültök ott az áldozatok emlékére, egy emlékművet? Egy kő lenne az áldozatok emlékműve, ahol föl vannak tüntetve a nevek és a tiszteletadás. De borzasztó dolog volt, láttam fényképeket a temetésről, valódi, egyszerű proletár asszonyok Pongrász telepről, semmiért gyilkolták meg őket. És zseniális volt a legfőbb ügyészség, Dániába talált egy túlélőt. Az illető akkor fiatalon leszerelt katona volt, látta, hogy Iván fölhúzza a toronygéppuskát, lefeküdt, ráestek a tetemek, megsállt Dániáig, beszéltek vele. Nézd, ez az egyik nagy ügyem, ami tulajdonképpen nagyon bízom benne, hogy jó lesz, a világszövetség nagyon pártolja, meg fogjuk oldani. Azon kívül, nézd, szeretnénk tiszteletet adni, illetve megemlékezni azokról a katonákról, akik 1956. november 4-én átmentek Jugoszláviába. Na, ez érdekes. Ez egy végtelen érdekes dolog. Ez mint hogyha az egész világ nem ismerné ezt. Persze, hogy nem ismeri. Miért ismerje? Én megkerestem a HM-ben az egyik általam végtelen elismert tábornok urat, hogy valamit kéne csinálni. Először novemberben írtam a levelet. Először is fogadják el, hogy azok árulók voltak, vagy hősök. Nekem bejött az UBDA anyag, véletlenül. Vannak túlélők. Olyan illető volt, most halt meg a múlt hónapban, aki átmentek 70-en vagy 80-an, aki a szerencsétlen, hogy mondjam, balga volt és hazajött. Bocsánatot kérek a holtól, hülyére verték. Annyira megijedt a sorállományú szakaszvezető, hogy nem mert nyilatkozni. Mindenki tudja, hogy ezek leléptek. Te nagyon komoly beosztású tábornokok, aki azóta nagykövet is volt, nagyon jó barátom, tiltakozott ellene. Te HM semmit nem szól. Én úgy gondolom, hogy szembe kell nézni, hogy leléptek, hősök vagy árulók. Eszközökkel mentek le vitathatatlanul. Nézd, ez pillanatnyilag folyik, én most a miniszter úrtól fogom kérni, hogy foglaljanak már állást. Nézzék már meg. Szerinted hősök voltak vagy árulók? Nézd, attól függ, hogy politikailag nézzük-e. Meg akarták menteni a saját életüket. Köszönöm. Ennyi. Te, ennyi volt, mert Belovai szerintem, ami annak idén írtam, ő céltudatosan árult el dolgokat. Ezek a, Péter, teljesen igazad van. Ezek az életüket akarták megmenteni. Borzalmasan féltek az oroszoktól, szovjet hadseregtől. Híre volt, féltek, élni akartak. Ezt vegyük figyelembe, 200 ezer ember... Bűn. Ez nem bűn, ha valaki élni 200 ezer magyar ember lelépett, mérlépetre. Mindegyiknél külön betojt, kalandvágyból, a Marinéni ment, én is megyek. Te ugyanaz, mint 56-ban
Én 56-ban kis faluba értem, azt csináltam véletlenül, a más által levelt éjjel vörös csillagra ráléptem, mert letört a szárnya. Semmit nem csináltam. Ha itt vagyok Pesten, lehet, hogy megfutok, lehet, hogy harcolok. Mert lelőik a haveromat, a te anyádat, én is lelőlek téged. Te utólag könnyű, te én ebbe élek. Olyan istentelen okos emberek vannak. Az ifjú titánokat hallom, hogy nyilatkoznak. Te nagyon gyerekként végigélted. 4 éves voltam. Szóval figyelj, de az Edmond Nyitánnak a hallatására borszózik az ember bőre, aki akkor végigélte. Utólag könnyű. Te utólag következő van, fölháborító. A Komáromban van egy egyháziskola. Emléktáblát szerettünk volna állítani egy fiatal gyereknek, akik megöltek. Ez folyamatban van a Világszövetség részéről. Az iskola igaz, egyházi iskola. Az igazgatónő nem engedélyezte. A püspök úr azonnal azt mondta, hogy menjen. Tudod, amikor egy egyháziskolánál 56 hőséről ez fölvetődik, az államinál megoldódik. Tehát tudod, ilyen dolgok vannak, amiről nem beszélünk. Mert ugye minden szép, minden jó, vannak a marha ötletek. Bocsáss meg, ma reggel is hallottam, hogy hogy kell kezelni a vírus, nem ide tartozik. Belepofázni, csinálni, szenvedni a kórterembe. Egészen más. Te egy nagyon jó, én ezzel foglalkozom, nagyon jó tudom. Másik, itt van a óriási dolog, a szobor. Hatalmas dolog. Ugye, egy szoborról beszélünk. A turul. Egy, nekem a turul. Hányadik kerületi turulról beszélünk? Zseniális, vagy melyik vidéki turulról beszél, ez még jobb kérdés. Te nézzél, nekem maga a szobor monumentális, tetszik, nagyon jó helyen van, alulról nézem, fölnézek rá. A története más. Turul. A 90-es években, a 90-es évek elején a Fischer urat lehet, hogy ismer egy Gyurit, zseniális Gyurika, köszönöm neked, ami segítesz visszatérően. Tulajdonképpen ő kutatja meg ezt a borzalmat, Alma utca, Maros utca, Városmajor utca. Gyuri fölhívta a figyelmemet arra, hogy mi történt a Városmajorba. Leforgattuk, emléktáblát állítottunk. Itt meg kell jegyezni, hogy a 12. kelet nem akarta állítani. Nem akarta, de nagyon akarta, csak elhúzta. A Pokorny úr volt akkor már a polgármester, díszbeszédet mondott, fél óra késéssel. A szöveg, amit a Kati, a Fogarasi Kati és a Jókai Anna révén sikerült megoldani, átadták a hitközségnek a szöveget. A szöveg nagyon rossz. De mondd meg, Péter, ki mer föllépni a hitközség ellen? Mondd meg! Ki az a balga ember, aki föllép, annak 15, majdnem 20 éve volt, föllép a hitközség ellen, hogy netán azt mondják, hogy antiszemita vagyok. Te én magam evangélikus vagyok, én magamból indulok ki. No már most, én ott voltam, megtiszteltek, tehát mind a hármat leforgattam. Visszatérően, Alma utca, nagyon sokat segített a Gyuri, köszönöm szépen. Tehát gyakorlatilag ott voltam, amikor a Pokorny úrnak voltak az istentelen nagy jelenete. 3 méterre ültem tőle a Maros utcába. Akkor a következőket kérdeztem tőle. Elnézést kérek, miért nem állít emléket az áldozatoknak? Hát majd fogunk. No, de elnézést, de Pokorny úr, polgármester úr, 2 dolog van. A nyilasok nem csak ott csináltak disznóságot, hanem agyonvertek egy angol tanárnőt, aki 1938-ban jött tanítani angolt. Megvan a lakás melyik utcába, melyik házba kikverték agyon. Megtaláltam az anyagát a levéltárba, óriási, nagyon jó részletes anyag, bocsánat. Nem ítélem meg a tettet. Tehát gyakorlatilag agyonverték. Én azt meg akartam írni a Hegyvidékbe, a Pokorny úr lapjába, hogy legyenek szesek lehozni, nevek vannak, hol temették el, hol, bocsáss meg, hol kaparták ki. Tehát a gyakorlatilag az egész 45-ben is úgy ugrott ki, hogy a brit szövetség, hivatal, akkor nem nagykövetség volt, hanem a négyesnek, az a szovjeteknél érdeklődött, hogy mi van ezzel az angol nővel. 3 angol tanárnőtünk, de ezzel is mi van. Erre elkezdtek nyomozni, ott már Rijkaard-társnak írt levél. Rijkaard-társ utasította, elkapták a nyilasokat. Bebizonyították, akkor már felakasztották Kumpátert. Kumpátert, még egy dolog, köszönekkel tartozom a filmnek, hogy elnézést utánunk, lehozta azt, hogy Kumpátert a szovjetek felszabadították. Erről sokan nem illet beszélni. Nézd, hogy sitre vágták. Jöttek a szovjetek, mellékvonal. 99-ben, illetve 90-ben futottam rá, hogy Vácon Matuska 3 napig városparancsnok volt.
a téma ül. Tudnék, Matuszka egy becsületes hídrobbantó partizán volt. Jött a szovjet egység, és közölték Ivánék, Matuszka jelentkezett, hogy én a partizán, a dicsér partizán, a szovjetek kiengedték. 3 napig volt, utána eltűnt. Tehát gyakorlatilag Kumpáter is. Azon kívül sajnos ezt nem hozta le a fél, és még egyet nem hozott le, amit a Gyuri mondott, hogy elment a románokkal, utána visszament Romániába, majd átszökött, és a határon kapták el. Mint érdekesség, bocsáss meg, sztori, te újságíró vagy, tehát a sztori újdonság. Jegyeket árultak a kivégzésekre, nem tudom, erről hallottál-e. Jegyeket árultak Szálasira is, meg a többire is, és üzéreket fogtak el, akik jegyekkel üzérkedtek, hogy oda jussanak. Egyébként a Kumpáter kivégzése úgy volt, hogy a tárgyalás kezdődött 9-kor, jegyeket osztottak előttek 3 nappal, adta 3 nappal kivégzésére, és utána pedig már 4-kor kivégezték. Tehát most ne beszéljünk a jogról, a bíróságról. Te az az ember, te mindent megérdemelt, tudod? Mindent. De gyakorlatilag a jognak van egy folyamata. Ez ugyanolyan dolog, mint Ceausescut kivégezték. Mert érdekük volt, hogy ne dumáljon. Tehát gyakor én nem vagyok jogász, elnézést, nagyon messze állok tőle. Tehát tudod, amikor ilyen dolgokkal foglalkozik, itt van Pokorny úrnak megint. Leveleztem Pokorny úrra, mert volt egy Szomolánszky nevű úriember, aki 1945-től ellenálló volt. Gondold el, az illetőnek annyira elment a józan esze, hogy bebörtönözték, és 1952-ben az ifjúsági börtönbe, a Schlotter Tiborral, ismerem én még az öreg, 86 éves, ellenálló csoportot szerveztek a börtönbe. 1956-ban ez az illető harcolt. A Pokorny urat kértem, hogy legyen emléktáblája a Trencsény út valahány. Ez mind ül. Ez ül. Legyen emléktáblája, ő gyakorlatilag nem foglalkozott vele, mert nem érdekes. Szóval figyelj ide, egyszerűen nem értem meg, ami most folyik ez az egész kérdés. A Maros utcába beígérte, hogy lesz megemlékezés. Ő említette, hogy ennek a szerencsétlen angol nőnek is tulajdonképpen meg lehetne emlékezni. Tehát ezek egy olyan dolgok, ami kötelességünk, nem pártpolitikai kérdés, hagyjuk már az ördögbe. De azt mondtam neked, hogy azt hiszem, akkor elnézést a nézőktől, ha is vételek, hogy Jászberényben a szovjet tiszt nem adott tűzparancsot. Nem adott tűzparancsot, 56-ban. Jött az új, lelőtték, elkaparták a laktanyába, elkaparták, honnan tudom. Amikor először forgattam ott, többen tudták. Én ezt leforgattam, jöttek, hogy ez nem igaz. Kértem a polgármestereket, hogy adjanak már egy emléktáblát az orosznak, de magyar életeket védett. Tehát kötelességünk lenne. Nem adtak. Megtaláltam a sírásó feleségét, aki elmondta, mert a laktanyába kaparták el, bocsánat a kaparászóért, ott kaparták el, és onnan vették ki. És ez a sírásó eltemette a temetőbe. Az asszony, amíg ott éltek, akkor ápolta a sírt. Képernyőre hoztam. Ez azért te, egy öreg asszony nem hazudik. Te érzed, nincs oka. Nincs oka. Na és érre szépen ezt is mondom, de nem mentek be, mert nézd, amíg Jászberényben szocialista volt, azért egy szocialista nem adhat igazat egy orosznak, mert azt mondják, hogy te kommunista voltál. Hát te ennél nagyobb bűn nincs, mint egy szocialista. Azt mondod, hogy te Kádár huszár voltál, Rákosi huszár, hülyeségek. A másik, egy jobb oldali, mert azért nem illik. Te, mikor hagyjuk már abba? Te is Steinmetz mellett kiálltam. Amikor voltak a nagy utca emelések, én 3 utcát javasoltam, Romanelli, 19, Steinmetz, mindenképpen. Azon kívül pedig magyar áldozata volt Kacsinnak, annak az utca, te, nem is válaszoltak rá. Te Steinmetz példája a szerencsétlenségnek. Az, hogy az apja lökött volt, és akarta a horvát köztársaságot Pécsen. Ezért 19-et megbocsájt, mindenki benne volt, nagyapám is harcolt 19-ben, 45-ig vörös katona volt, utána letagadta. Tudod? Szóval gyakorlatilag, ha ezeket nézed, nézzük rá az embereket, az elején arról... Konrád, az embereket nézzük, és legközelebb itt folytatjuk, műsoridőnk lejárt. Kedves nézőim, az elmúlt izgalmas 15 percben Mathidén lesz Konrád oknyomozó újságírót látták és hallották, nagyon sok régi emléket feszített föl, bízunk benne, hogy sikerrel jár, mert akik emberek voltak, azokkal embermódra kell emlékezni. Köszönöm, hogy itt voltál.
előzetesek, és már is közeledünk a Pirkadat kulturális részéhez. Következik Hegedűs D. Géza, Kossuth-díjas színművész. Tartsanak velünk!